Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414 010. SMS számunk 0620 9 410 020. Kedves hallgatók, örülünk, ha tetszik a saláta. Sajnáljuk, ha nem. De hogy 2 órán keresztül itt hip-hop lesz, az biztos! És nektek megmondom, hogy gyorsan vegyétek fel a füleseket, mert be fogtok gerjedni ám. Jajaj. DJ Majestic, kérem szépen, és DJ Dice itt a salátában, szép estét kívánok nektek. Majestic, úgy, azaz, remek. Ez nem biztos, a DJ-ségből maradt vissza, hogy így nem veszitek föl rendesen a fülest, mi? Nem előfordul. De szépen nézem, most már egy-két a Csilló Gábor ujjához szalasztottak volna. Kérem szépen. Tehát még egyszer mondom, DJ Majestic és DJ Dice, aki ugye hozta őt egy automobillal, de hát hogyha már így erre vetődött, akkor ugye nem menekült meg ez, hogy ne legyen ide beültetve a Kongrádió stúdiójában. Fiúk, hogy vagytok ma este? Köszönjük, jó. Én is nagyon jól érzem magamat. Én úgy vélem, hogy jó lesz ma este veletek elbeszélgetni. A kis notebookodat te még bogarászod, amit ugye Londonban szereztél be, fontért, vagy euróért? Nem, az fontért szerezted be ezt a remek kis dolgot, és tele van jobbnál jobb zenékkel, ugye, ahogy én néztem az előbb, úgyhogy majd mindjárt ki is írsz ebből egy CD-t, amit majd odaadsz nekem, hogy ezzel is ugye prezentált, hogy van ebbe CD író is ebben a notebookban. Nem változtál semmi. Majestic, ilyenek az emberek, nem változnak. És hát akkor ugye egészen jó kis Majestic féle kedvenc muzsikákat is fogunk ma hallgatni itt a salátában, meg ugye azért majd én is hozzá pörkölök egy-két magyar okosítást. És hát ugye rengeteg dolgról lesz itt szó, mert te még nem voltál soha itt, ugye Majestic? Nem. De már élvezed, ahogy látom. Jól hallasz egyébként engem? Te magadat? Én abszolút nem hallom magam. Nem hall? Ez előbb kérdeztem, hogy izé, hogy téged nagyon jól hallak, de magamat nem. Nem? Én téged is hallak? Beszélj. Szerintem halljuk egymást. De te hallod magad? Mi elég közelebb? Hát, hogyha közelebb hajolok, így talán kicsit markásabb a hangom. Akkor így a baseball sapkám leveri a mikrofont. Igen, de így ez a, mondom, ez a baseball sapka és fejhallgató kombó, ez nagyon gyilkos, szóval ez így nagyon-nagyon jó. Ezért te sem nézel ki rosszul ott az üveg. Igen, ezt már többen jelezték. többen jelezték, hogy azokon a napokon, amikor reggel hajat mosok, és utána sezsel és a baseball sapka, akkor igen, kellemesen szoktam kinézni, de ez egy másik topik lesz. Na úgyhogy DJ Majestic, aki esetleg nem vágná, hogy mi a helyzet úgy, mint DJ Majestic, akkor azt közelebb tudjuk ugye terelni azzal, ne fényképezz le nagyon-nagyon szépen, kérlek. Látom, hogy Londonban is vettél fényképezőgépet is, nem csak notebookot. Szóval Connections, ugye? Legegyszerűbben így tudjuk talán hozzád közelebb terelni az emberkéket, úgyhogy ezt majd ugye a következő blogban nagyon, az a zoom volt, ez a remek hang, értem. Köszönöm szépen, úgyhogy most közben egy remek fotó is készül rólam. Úgyhogy akkor most meghallgatunk egy zenét, hogy kicsit még így feljebb pumpáljuk a hangulatot, és akkor addig te írd meg a CD írós notebookoddal a CD-t, amit majd odaadsz nekem, és akkor utána beszélünk egy kicsit erről a Connections-es dologról, mert az szerintem, amivel legjobban képbe tudjuk így a műsor elején hozni az embereket, mármint így veled kapcsolatban. Oké. Az állatot hallottátok itt, a salátában. Mit magyaráztál, Majestic? Csak arra lettem volna kíváncsi, hogy ki volt, aki scratchel. DJ Zephyl. Zephyl Maestro követi el ezt, aztán közben már ömlenek is az SMS-ek, és mivel túlélte az első 5 percet az oldal, ez igen-igen bíztató, úgyhogy a fórumot is fogjuk majd nézegetni a műsor folyamán. Majestic, akkor mesélj már nekünk, légy szíves egy picit, hogy akkor hogy jött ez a Connections-es dolog annak idején, mert éppen valamelyik nap ha válogattam még zenéket, és akkor eszméltem rá arra, hogy viszonylag régóta a tagja vagy már ennek a dolognak. Úgyhogy ezt azért már bőven évekbe lehet mérni. Igen, egy pár éve körülbelül talán. Köszönjük a pontos információt. Megmondom őszintén, hogy konkrét időpontot nem emlékszem, de van már pár éve. Az első közös fellépésünk... Ha beletrafalok, de nem olyan biztos, én egy veszprémi fellépésen láttalak titeket először. Igen. Ne. Én nem erre gondoltam, de tényleg az volt. Igen, és akkor volt, hogy Majestic, így, meg úgy, meg amúgy, igen, és akkor itt nagyon... És tényleg nem volt olyan rossz.
Ez azután volt, hogy második lettem ugye a DMC-n, amin akkoriban még elsőre indult, tehát az első versenyem ezt volt. Ezt nagyon kár, hogy lelőtted, mert ez egy külön blokk lett volna, igen, de majd megpróbáljuk kiúzni. Igen, de igazából ők onnan hozták. Tehát onnan ismertek, hogy hát, ha hallottak rólam, arról a DMC-ről, meg a híréből, és ezután jött ez a dolog. De akkor feltételezem, hogy Tibi keresett meg, mint... Erre se tudnék konkrét információt mondani. De mi volt ez a hang? Ez a kis notebookod volt? Igen, közben egy konvertálok MP3-ba egy többféle flash drive-ra. Yeah, you know what I mean. És akkor, de most akkor mi lesz? Most akkor mégse, tehát nem működik a CD író benne? De csak azra más tudszok menni. Ja, értem. Jó. Sok zenét fogsz kapni. Figyelj, 10:40 van, úgyhogy itt prezentálnod kell hamarosan valamit. 15 óra is megkapod a zenét. Jó, király. Jó van. Majestic, és akkor gyakorlatilag hát ebből egy viszonylag masszív munkakapcsolat épült ki. Ugye hát ezt mutatják a lemezek hát is. Hát azóta már két album kijött a Connection alatt. Bizonyám, ami ugye az egyik, az egy dupla lemez volt, ugye, igen. A Connection 1, illetve hát a második is dupla. Effektív az is dupla, ugye, mert van egy remix lemeze. Igen. Illetve nekem a Tibi azt mondta, hogy már a harmadik fel is van véve, vagy már csak fele van felvéve. Mégis kulisszatitok, de talán elmondhatom, hát hogy azért vagyunk kész itt. Van, csak én hiányzom róla. Tehát az mert ugye munkám. Most már rappen is. Nem. Erre még nem adtam a fejem, esetleg kicsit prüszkölhetek. Világos. Nem. Tehát akkor a karcok még hátra vannak. Igen. Tehát jó. Ezt ugye az internet adta lehetőségek által, az könnyen megoldható. És magyar akapellás karcok lesznek rajta, vagy anglis, vagy keverve a dolog? Ez legyen meglepetés. Ja, értem. De hát én feltételezem, hogy... Megoldható mind a kettő, tehát nem probléma. Világos, én is így gondoltam, hogy ez, mert hát nyilván ez lenne a legizgalmasabb megfejtés. Akkor tovább ezt ne feszítsük, mert lehet, hogy a Tibék nem örülnének, hogyha mindent elmondanánk erről a lemezről, ezt majd szerintem ők valamikor elmondják alkalomattán. Hogy értékeled így ezeket a Connection-ös időket? Mennyire tudtatok jól együtt dolgozni, meg hogy van ez az egész dolog, meg egyáltalán mennyit találkoztok, mert annak idején feltételezem, amíg nem Londonban voltál ilyen masszívan, addig azért többet találkoztatok, meg ilyesmi. Hát igen, miután a DMC lezajlott a 2003-as novemberi. A DMC-t azt felejtsük el. De hát ugye azután pörögtek be a dolgok nálam olyan szinten, hogy országos szinten is elkezdtek hívogatni parti szervezők, és egyre több olyan fellépés volt, ahol a Connection-nel együtt mentem, tehát többet mozogtunk ennyit, mint most az utóbbi másfél évben, már csak azért is, mert nem vagyok Magyarországon húzamosabb ideig, és hát igazából a távolság megvolt, tehát nem volt napi szintű kapcsolat, maximum havonta kétszer, hogyha el kellett mennem Győrbe, ugye ők győriek, én meg Zalaegerszegen. Az mennyi egymás? Egy 160 kilométer, ami igazából nem távolság, de hát, ugye a magyar útviszonyok... Viszonylatban magyar benzinárakkal azért távolság. A magyar útviszonyok, magyar benzinárak, a MÁV, a busz szolgál, tehát ez mindegy. Szóval macerás volt eljutni, átszállásos dolgok voltak, de megoldottuk. Tehát így jött ki az egyes és a kettes Connection is, hogy összehoztuk. A Bertivel ugye, meg otthon a Tibának a kis home stúdiójával. Akkor feltételezem, hogy élvezted ezt a dolgot, hogy így belecsöppentél. Jó volt. Az a 9 év, ami azzal telt, hogy bedroomként otthon gyakoroltam, napi 4-5 órába, vagy többen, utána elindult az egész, és így lehetett mutatni, hogy... Ez lesz a következő blokk majd, hogy akkor hogy a francba keveredtél oda a kerekek mögé, akkor most kapsz megint egy kis időt, meghallgatunk egy Connection számot, hogyha ne adj úr Isten, van olyan ember, aki hallgat minket, és nem tudja, hogy mi ez a dolog, akkor az most megtudja, és addig légy olyan kedves a megfelelő szoftverek segítségével, addig akkor hozd a lehetőséget. Megfelelő majd, hogy... hardware-ről ne feledkezzünk. Így van, de azt sajnos nem mondhatjuk be, de hogy is mondjam, ez nem egy vírusgazda noti, ami van a Majesticnek, mert hát ugye van, akinek bejött az élet, kérem szépen. Na, Connection jön, és az örökké, aztán Majestic elmeséli majd nekünk, hogy akkor ő speciál, hogy keveredett a fekete lemezek mögé. Kedves hallgatók! Örülünk, ha tetszik a saláta, sajnáljuk, ha nem. De hogy most 2 órán át itt hip-hop lesz, az biztos. És hát azért akkor meg kell, hogy említsem azt az érdekességet, hogy amúgy is olyan sok exkluzív dolog van itt a salátában általában mindig, és most is egy ilyen egyedülálló dolognak lehetünk tanulni, ugyanis hát általában az internet világában, ugye, amit ma élünk, egy weboldal akkor szokott meghalni, hogyha sokan nem szeretik, és mondjuk sok hozzáértő ember nem szereti. Na most a Saláta magazin oldala ilyenkor keddesténként azért hal meg, mert túl sokan szeretik. Tehát azért ezt is sikerült megélnünk, most már természetesen, hogy eltelt így egy 20 perc a műsorból, természetesen most már lehalt az oldalunk, és nem tudjuk nézni a fórumot,
mert hogy picit sokan klikkeltetek rá. Ez az internetes dologhoz annyit hozzátennék, hogy még annó 3 hete említettel e-mailben, hogy néztem-e a, tehát le tudtam-e szedni a challenge videókat. Igen, igen. 3 kilobájt per szekundummal tudom. Igen, mert 2 hete most már van nagyon durva sávszélességünk külföldre is. Akkor mondom neked, hogy ma délelőtt leszettem a DICE-ról készült challenge videót 46 kilobájt per szekundummal. Kintről még? Innen, ja, Zalaegerszegről. Hát akkor az viszont ott valami nagyon csúfos lassú internet van. 5.12-es. Hát az azért, az annyit bír el. Nem baj, hogyha kikapcsolodom úgy a telefonodat, tehát végül is csak egy rádiós műsorban vagyunk. Na, úgyhogy az SMS számunk az ugye sokatszor elmondott 0629-414-020 Majestic-kel meg a Salátával kapcsolatban bármit lehet ideírni. Nyugodtan kapcsolatként amondó közben vagyok. Kaptam egy SMS, hogy hogyan lehet PLS fájlokat hallgatni, ugyanis valaki hallgatná a műsort, ja, csak értem, nem tudja. Ezt nagyon egyszerűen, ezt úgy lehet, hogy vagy a Media Player segítségével, vagy Winamp segítségével, és ezzel remélem, hogy nem is reklámoztam semmit, mert ugye ezek szabadon letölthető dolgok, tehát Winamp-al Ctrl-L gomb kombinációt kell megnyomni, és akkor annyi, be oda be kell írni, így van. Amúgy a gongradio.hu-n elvileg, hogyha a kis ikonra rábök az ember ki a jobb oldalt, akkor ez sima ügy, avagy a Media Player-re ott szintén van ilyen, hogy URL megnyitása. Amúgy Beszéljünk a hip-hopról. Beszéljünk a hip-hopról, igen. Vagy nem akartad mégse föltenni ezt a kérdést? De ez már így bőven elég volt válaszként. Igen, úgy érzem, hogy én is egy körmondatba keveredtem, jó szokásom a szívem. Majestic, hogy kerültél a lemezjátszók mögé? Beálltam. Jó válasz. Nem. Volt egy Zalaegerszeg ismerősöm, de ez egy elcsépelt sztori, hogyha most hallaná, csak mosolyogna rajta. Szóval rajta keresztül jött a Return of the DJ Volume 2, volt ez a sorozat, és abból a második verzió került hozzá még annó magnó kazettás verzióba. Hú, te 90, nem mai gyerek vagy már, Majestic, hány éves vagy? 30 voltam februárban. Ajjajjajjajjajj. Jó van. Büszkén mondhatom. Tehát így nem van, érzem. De nagyon jól nézek ki ahhoz képest. Na, igen. Szóval rajta keresztül jutottam a Cubert-féle Scratch dolgokhoz, ez volt 90-92 hát körül. Akkor mondhatom így, én mint laikus, így ezt a nevet meghalva, hogy bele a közepébe. Bele, ugye? A közepébe, és onnan fogva körülbelül egy 2-3 évre. 18 éves volt, amikor megvolt az első lemezjátszó, ami még nem volt az igazi Technics verzió, aztán még egy jött közbe, egy másik fajta, aztán 21 éves korom körül jött meg a Technics, és onnantól fogva végül is így felépült a rendszer, meg a gyakorlás, meg a technikák, a videók, a zenék jutottak így lassabban, de azért csak jutottak Győr MX-en keresztül, ugye jöttek a bakelit lemezek, ez nem a reklámhelye. Abszolút nem. Szóval ezeket mind hozzá kell tenni, tehát igazából két vonalról volt ez az Zalaegerszeg ismerősöm, és a Győr MX, ez a két vonal, akin keresztül jöttek az infók, a lehetőségek, hogy hogyan, merre, miképp lehet tanulni ezt a dolgot. Na most DJ Majestic az inkább DJ Majestic, vagy inkább Turntablist Majestic? Én, hogyha engem megkérdeznének rólad, én azt mondanám rá hasból, hogy inkább Turntablist Majestic, de közben meg mégse biztos. Mi a helyzet ezzel? Amikor elkezdtem, csak Scratch volt. Tehát a Turntablismnek csak a Scratch része, tehát csak scratchelni, semmi duplázás, semmi. Egy lemezjátszó, húzod, ami belefér órákon át, egy ütemre. Aztán, ahogy megjött a második, ugye abból lett a Turntablism, amikor már két lemezjátszó, két ugyanolyan lemezzel, beat juggling, stb. Aztán, amikor elindultam a DMC-n és megnyertem, utána jött az, hogy party DJ, amiben beleviszed a scratchet, a turntablismet, meg ami el tudsz képzelni, összemixel a számokat. Akkor várjál, hopp. Mivel, hogy te már körülbelül az ilyen nagyon sokadik DJ vagy, aki megfordul a műsorba, és eddig engem itt senki nem javított ki, úgyhogy nagyon jó DICE is, hogy te is itt vagy, akkor ezt most akkor tisztázzuk már, mert most fogalmi dugóba keveredtem, mert én jelenlegi tudományom szerint a turntablist része, mivel hogy az egy nagy gyűjtőfogalom, a scratch is. Igen, igen, hát ez végül is olyan, mint a hip-hopon belül a rap, a graffiti. De akkor ezt most jól tudom? Igen, jól tudom. Jó, értem. És én ebből nyúltam bele a scratchbe legelőször. Így van, jó, akkor tisztáztuk. Jó, sima. Szóval volt a scratch, aztán a beat juggling, és akkor utána jöttek a mixelések konkrétan, mivel ugye a bulikban mixelni kellett zenéket, és ezt egy kicsit színesíteni egy kis technikázással. Aztán most, hogy már nem vagyok itt Magyarországon, ugye van számítógép, bekerültem egy stúdióba Londonba. Egy nagyon aranyos kis számítógéped van. Igen, igen, ezt hozzá kellett tenni. És eljutottam arra a szintre, hogy ugye az ember mindig próbál egy kicsit előbbre lépni, hogy már én is elkezdtem zenéket írni,
először csak a nagyoktól lestem el a technikákat, aztán a saját fejem után menve, és így próbálgatom én is. Tehát így ahogy én látom azokat az én hip-hopos, vagy bármilyen ismerőseimet, akik ilyen digitális technika közelébe keverednek, ilyen zeneszerkesztők segítségével, és az idézőjelesen az analóg világba őket abszolút kreatív embereknek tartom, de a digitális ilyen zeneszerkesztő progikkal eleinte nagyon nagy harcokat tudnak vívni, ilyen közelharc jellegben. Ez, neked így hogy ment ez a dolog eleinte? Hát megmondom neked őszintén, hogy a számítógép adta lehetőség a digitális világ fele nagyon egyszerű, tehát könnyű, hogy mondjam, egy bizonyos stílus zenét könnyű vele előállítani. Értem ez alatt a tuc-tuc zenéket. Ugye nagyon egyszerű, ugyanaz ismétlődik szinte végig, nagyon kicsi változással. Valahol ugyanaz, mint a hip-hopban egy-két instrumentál, ami például a régi gangsztárok, ami ugyanaz megy végig 4 percben, tehát egy loop az egész. Így van, pont ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag vannak olyan autentikus, mai napig csillogó hip-hopok, amik egy 4 másodperces loop, gyakorlatilag igen, 4 percen keresztül. És ez mind azért van, mert akkor az Akai Semper ennyit tudott. Így van, hát tehát a 8 megájába ennyi fér bele. Ennyi fér bele, és világszám lett, és a mai napig megy, de ezt ma már nem tudod, de nem az, hogy eladni, hanem egyszerűen azok lefutottak. Neked már sokkal nagyobbat kell villantani. És hát ugye azokban az instrumentálokban, ez most szubjektív mondom, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre is, mert Dice is azért bizonyította itt a saját a DJ Challenge keretein belül, hogy elég jó ízlése van, legalábbis én így gondolom. Azok az instrumentálok, amik ma igazából, tehát tényleg az új hullámos producerek közül szakítanak, azok olyan szinten össze vannak lőve az akapellákkal, hogy külön szavakra vannak külön kis okosságok, meg tehát ilyen nagyon durva ki van dolgozva az egész. Én ezt látom, hogy ez a tendencia, hogy megvan egy instru, gondolom, arra felreppeli az ember, és utána a producer még szana szét szaggatja. Ja. És akkor még van az a verzió, amikor csak felreppeli, ahogy a srác érzi a reppelést, és megírják rá a zenét. És mindennek ellenére, aztán amikor ott vagyunk egy buliba, akkor egy 4 másodperces loopra megy a legdurvább. Egyébként, hogyha azt hozzáteltem, akkor szerintem az én kedvenceim között az első olyan Timbaland. Igen, de amúgy a monotonitást azért azt ő is tudja, meg azért ő is tudja megtekerni a dolgokat, tehát igen, ez egy jó arány. Én nekem a hangzás világa, a mély tartomány az, ami megfog, tehát ahogy lejön a zene. Tehát nem az, hogy hol forog meg a zene, hol na, forog Zsolesz meg az ütemek, barátom, tehát... akkor kezet foghatsz. Na nézzük basszus, akkor az SMS-eket, azt mondja, hogy hello, mikor lesz legközelebb magyar est, hát... elvileg nem tudom, akkor lesz majd szerintem, amikor nem sikerül senkit se ide bevadásznom a stúdióba, de ilyen szerintem mostában nem nagyon lesz, legalábbis azt le is kopogom, mert elvileg, ahogy néztem a naptárat, gyakorlatilag így nyár végéig totál be vagyunk táblázva, úgyhogy még bizonyos kiadvánnyal kapcsolatban késésbe is leszünk, mert szerencsére így ez a nyár ez elég pörgős lesz. Jövő héten már most mondom, hogy ha minden jól megy, akkor DJ Zephyr érkezik majd a DJ Challenge kereteimből, legalábbis nagyon reméljük, hogy sikerül majd így matérium jelleggel is ide bevánszorogni a stúdióba, aztán utána pedig 23-án el fog maradni a saláta, mert egy helyszínen majd rappelnem kell, és akkor nem tudom majd prezentálni azt, hogy itt legyek. Az ablakon kicsit beallatszódik, de hát inkább kapjatok oxigént, mint hogy ne. Aztán azt mondja, hogy úgyhogy magyar est az akkor lesz, amikor nem tudok jobbat annál. Hé, Fankamester, igaz, hogy az első percben túlélt a sali, de most meghalt teljesen long iron. Hát igen, ahogy nézem, most már behalt teljesen az oldal, de reméljük, hogy azért majd valamikor még életre kell. Aztán Retszám írja, hogy akkor rögzíti az adást, nehogy valami gond legyen, hát azt nagyon szépen köszönjük, mert én is rögzítem amúgy, ezt ti nem tudjátok, de pár hete ismételten elfelejtettem rögzíteni az adást, mikor itt voltak győri reppes ismerőseink, aztán az annyira nem volt, és közben kérem szépen elindult az oldal. DJ Majestic, mindjárt nézzük majd tovább az SMS-eket a következő blogban. DJ Majestic DMC 2004-es okosítás, erről egy pár szót, és akkor csapjunk is bele, jó? Ez repülő lesz, Dice? Ez repülő lesz. Ja, én azt hittem, hogy már teszel be valami számára. Szerintem jönnek, értem, lehet. Kezdtem figyelni, hogy ebből mi lesz. Tényleg hívtam Majesticet, hogy hol vagytok, és csak mondja, hogy kicsit ködös az ég, meg itt körözünk Kecskemét felett. Hát még lesz egy parti Majorkán ma este. Igen. Na, Majestic, akkor erről egy pár szót tényleg, és akkor csapjunk a zenébe bele. Hát erről a zenéről annyit kell tudni, hogy a DMC-re készültem vele, a magyar DMC-re az egyik része, aztán ami után megnyertem, utána még egy kicsit hozzáraktam, mert
gondoltam, hogy ez nem elég ahhoz, hogy a külföldön megmutatni, hogy mit tudnak a magyarok, aztán ezt így rögzítettem élőbe, úgyhogy ez 6 percesnek kellene, hogy legyen, de nem vágtam meg, hanem 7 perc valahány másodperc lett. Hallgassátok, hát majd, hogyha uncsi, akkor lehúzom. A szegedi barátaim kérdezik, hogy lesz-e ma még hazai reppes téma, és mindenképpen lesz úgy, hogy ha már Majesticé nem is, de azért ő miatta is mindenképpen, ezért is maradjatok fönt, be ne aludjatok nekem, mert még nagyon komoly magyar hazai reppesítések lesznek. Figyelj, a Dice-ot azt néha bög meg amúgy, de őt érdekli a hip-hop állítólag. Ő el van a crossfaderrel. Ő el van ott eljátszogatóra. Majestic DMC 2004-es előkészületét akkor meghallgatjuk. Kedves hallgatók, örülünk, ha tetszik a saláta. Sajnáljuk, ha nem. De hogy 2 órán keresztül itt hip-hop lesz, az biztos! Ha láttatok volna Sebi ennek a szignáljának a végének a jelét, az annyira durva, tehát csak ilyen négyszögjel. Majestic, meghallgattuk ezt a csodát, na most akkor arról beszéljünk, mert én próbáltam egy picit úgy hallgatni, mint egy kívülálló, és igazából ezért lett volna érdekesebb, hogyha látja is az ember, közben DMC-n is láttalak én téged, meg már jó pár helyen is. Meséljük akkor azt el, mert szerintem azért vannak páran, akik nem tudják, hogy mit jelent ez a két lemez játszózás, meg ezek a szavak, amiket mondta, ugye ez a beat juggling gyakorlatilag, hogy kell ezeket lefordítani, hogy kell elképzelni, meg hogy mitől is nem annyira könnyű az, hogy mondjuk ugye hát a lábát, a kezét, az egyik kezét, másik kezét, meg az agyát az embernek egymástól elég nehezen lehet elkülöníteni. Hát maradjunk annyira, hogy bontsuk csak két részre a dolgot, ugye két agyfél, te kell két fül, hogy van két lemezjátszó és a két kezed, tehát nem használ a lábad és semmiféle testtrükk, orr, stb. Tehát két kézzel, és képzeljünk el, hogy mind a két lemezjátszón ugyanaz a 2 darab lemez van, és ezeket vágjuk fel torta szeletekre, mint az óránál 1 óra, 2 óra, 3, így, és minden egyes szelet egy külön részlet a zenébe, tehát egy tam, egy cín, egy pergő, stb. És ezeket te a saját gondolataid szerint, ahogy úgy gondolod, hogy ritmusba kijön, összerakod egymás után. Tehát innen berakod a cint, onnan a pergőt, és így folyamatosan, hogyha ezt gyorsan csinálod, akkor kijön bőle egy zene, mint egy beatboxosnál, hogy ezt így meg tudod csinálni. Te nem indultál most szombaton Pécsen, vagy ezt? Nem. Ha egyébként nagyon tetszik a beatbox. Ha megengeded, nekem annyira tetszik ez a torteszeletes órás magyarázat, hogyha legközelebb engem erről kérdeznek, ugyanezt a hasonlatot fogom szerintem használni, mert így mindig magyarázok, meg belekezdem, de szerintem ez annyira jól hangzik. Tényleg nagyon jó, nagyon is jó, hogy mondod ez, Dice, mert komolyan mondom, ennyire korrektül még senki nem tudta megfogalmazni, úgyhogy Majestic, na hát 30 év, az 30 év, kérem szépen. Ehhez én kellettem. Gyakorlatilag. Na most ez nagyképű volt, tudom. Nem volt annyira. Úgyis mindenki azt tartja rólam, hogy nagyképű vagyok. Azzal nincs gond, hát kiről nem. Mondj egy embert a hip-hopba, akit nem tartanak nagyképűnek. Téged biztos, úgyhogy téged kiről. Azért mondom, úgyhogy szerintem. A Dice, de ő tuti. Még pici. Majd várjál, én 3 év múlva megnézem én a DJ Dice. Bár megmondom neked őszintén, hogy sajnálatos módon tapasztalom, hogy az utóbbi másfél évben nem vagyok ugye itthon, és így vissza. És azt veszem észre, hogy vannak emberek, akiknek nagyobb az arcuk, és nem változott semmi. Még mindig nagy? Nem, nagyobb. Ja, hogy nagyobb, és nem változott semmi. Tehát, hogy az elmész egy buliba, és azt látod, hogy ember pakolja a zenéket egymás után, és nincs fejlődés. Tehát nem azt mondom, hogy gyűrje szét a lemezeket, agyon scratchelve. Most DJ-kről beszéltél? DJ-kről. Hát azok ez vagyunk. Nagyon tetszik, hogy ezt így kimered mondani, kimered, hát idézőjelbe. Ez teljesen szimpatikus. Ennek egy blokkot szentelünk, Majestic. Ez az egyetlen, ami szóval a fülemet. Világos. Ezt ne lőjük el. Nézzük akkor az SMS-eket, mert nagyon-nagyon sokkal le vagyunk maradva. Rubika kérdezi, hogy Majestic marad itthon most már? Holnap utazom reggel. Nem holnap, csütörtökön délelőtt. Meddig? Londonba vissza, és meddig leszel ott? Vagy elvileg, most már ott élsz? Hogyha minden jól megy, akkor nem akarom lelőni a poént, de augusztus végén jövök vissza egy nagyszabású rendezvényre. Augusztus végén. És végén. Utána most már mi? Valami Londonban valami kedves vissza. Hölgyet összeszedsz, összeházasodsz, ott lesz egy, ott a valami kertvárosban mi házatok, ott lesz 3 lemezjátszód egy pincébe és Csumi Rudi, vagy micsoda? Nem egészen, de majdnem, hogy így. De a kisasszony megvan még Magyarországról, mióta kimentem azóta, mert hogy vele mentem, lemezjátszó is van, semmi nem. Kertesház is van. Te egy magyar zászlót azt tudsz szerezni, úgyhogy nagyon komoly dolgok, akkor nem nagyon kötnek ide. De mik a hosszú távú tervek? A hosszú távú tervek az, hogy vissza fog jönni Magyarországra, és csak még nem érett meg, a táptal egy kicsit még ingoványos. És akkor tele lesz a lével a zsebed, meg minden, aztán úgy már könnyebb okoskodni. Konkrétan azért szeretnék visszajönni, hogy itt keressem
a pénzt, nem tele zsebbel szeretnénk visszajönni. Zenével szeretnél pénzt keresni? A zenével is. De ezt amúgy nagyon jó társ műsorvezető. Jó, nem, te csak itt beszélsz állandóan mindenféléről. Azt mondom, hogy keddenként nem érsz rá, mert én már kezdek belefáradni a kérdésekbe. Mert általában így beszélsz sok mindenről, de olyan sok érdekességet is megtudhatnánk a helyet. Szóval maradj csöndbe, majd társ beszélget. Gyerekek, én akkor itt nézem az SMS-eket addig. Nem, bocsánat, ez már régóta érlelődött bennem. Ó, Dice, ez most amúgy is annyira rosszul esett, úgyhogy most már nem is karcolhatsz május 26-án. Na, szóval igen, de amúgy egy értelmes kérdést tettél fel, úgyhogy arra térjünk csak már vissza. Nem is emlékszem. Tehát, hogy zenében igen, szeretném, hogyha ez a rádiós vonal elindulna végre Magyarországon, nem csak kecskeméti szinten, tehát hogy ez a dolog, hogy X számú nézősereg hallgatja, tehát hallgatósereg hallgatja, és megy az interneten, ez egy nagyon pozitív dolog, hanem országos szinten. Hát de legyen. Mi? Hát most minket 5 megye hallgat, plusz az internet. Hát igen, de ez még mindig nem a 19 megye. Hát ott vannak az interneten a 19 megye. Magyarországon érdekel... még nincs olyan internet lefedettség, hogy elvileg minden matávos szobában igen, lehet. Igen, igen, Magyarországon ezzel annyit internet. Vitatkoznék az én szemszögemből, amennyire én látom, így hogy sajnos el kell azt fogadni szerintem, hogy nagyon, nagyon komolyan és élesen véges azoknak az embereknek a száma, akik a hip-hopot be tudják és be akarják fogadni. Ez egy véges szám, és nagyon-nagyon közeledünk oda, hogy mindenki el tudja dönteni azt, hogy idézőjelesen és tényleg pozitív értelembe vett underground hip-hopot akar hallgatni, avagy 50 centet. Sajnos. Sajnos, mert kezd egyre jobbá válni az infrastruktúrája ezeknek a jellegű infóknak, de szerintem még akár ennek is szállhatunk egy blokkot. Pár SMS gyorsan nézzünk, mert veled kapcsolatosak. Azt mondja, hogy Fanka, ezt a zenét hol tudom leszedni, nagyon bejön virágcserép. Ez egyáltalán free dolog volt ez, amit hallgattunk most? A DMC-s dologra gondolsz? Így van, így van. Abszolút, abszolút. Ez hol tud-e? Vagy hát elvileg, hogyha most rögzíted a műsort, a műsorra együtt meg lesz. Hát tényleg virágcserép, salatamagazin.com holnaptól már le is tudod tölteni. Na kérem, hát ennyi. Gyakorlatilag a megfejtés. Aztán, hogyha jól nézem, már azóta jött egy pár SMS és elkeveredtem, azt mondja, hogy Redszám írja, Ferenc, mennyi egy jó szerver, esküszöm, majd tábort megszerveztünk, egy gyűjtés már semmi egy szerverre. Hát figyelj! Sokban van. Én amondó vagyok, hogy a tábor volt az egy dolog. Igen, én is úgy érzem, hogy ott a strandbelépőkkel együtt sokkal kevesebből kijöttök majd, mint egy jó szerver volna a salátának, de erre még mindenképpen visszatérünk majd. Azt mondja, hogy még egy SMS, az elejét nem hallottam a műsornak, Dice volt szerintem a legjobb a viadalba. Egy kérdés hozzá, miért nem használtál füles, Pacsi az összes érettségizőnek, Gábor Kalocsa, még mielőtt Dice válaszol, vagy válaszolj te! Na, ez úgy van, hogy igazából sokan megnézték a videót, és kérdeztek, hogy de hát te füles nélkül kevertél, hát hogy csináltad, mit hallottál, és így nem, ha megnézitek, ott van a bal fülembe, azt hiszem az ellenkező irányba, mint ahonnan vett a kamera, de néha látszik, egy ilyen fülbedughatós fehér fülhallgató van a fülemben. Nem, amúgy a Dice annyira meleg, hogy nem is használ füles. Igen, de amúgy mindenki elhiszi, de ez nem így van. Ott van a fülemben, csak nem nagyon látszik, mert sokkal kényelmesebb. De ha jobban megfigyeltétek, akkor folyton váltogatta, hogy most igen, a jobb oldal, most a jobb. Igen. Nagyon durván nyomja. Hát nem hiába lesz, ugye, akkor majd erről is ejtünk még egy-két szót, ugye erről a május 26-a jókosságra, hát ez főleg a kecskemétieket érinti majd ugye Dice-nak így a karcolós hát tudományát. Hát meg akik eljönnek. Készülsz a dologra amúgy? Én otthon illetve, mindig... Bocsánat, amúgy, bocsánat, igazad van, mert többen lesznek máshonnan, mint Kecskemétről. Készülsz a dologra akkor? Most átnyújtottam ugye neked jó pár akapellát. Bizony, mától CD-n megkaptam most az akapellákat, tehát tudok készülni is pár saját, illetve erre a célra megírt lemezzel, de ez is csak később fog bekövetkezni, azzal mindenképpen szeretnék gyakorolni, illetve én otthon minden nap szánok pár órát arra, hogy gyakoroljak. Nem tudok konkrétan benned, erre gyakorolni. De ezt tudom ajánlani mindenkinek, igen. A gyakorlást. Köszönjük szépen. Tudom ajánlani. Kezdesz hozzám asszimilálódni, vagy ezt na, hát annyi van, úgyhogy ugye május 26-án lesz ez az óriás három órás Nightchild-os élőzenekaros rátevés, aztán a DJ Dice lett az, akit felkértünk. Úgy tudok rákészülni, hogy otthon így magam elé képzellek téged, a zenekart, a csapatot, és így látom, ahogy esetleg rögzíthetnétek, hogyha gondolod. Igen, amúgy ezen abszolút rajta vagyok, hogy... Ugye netről megint letölteni kamerás verzióban. Ó, tényleg, meg én kíváncsi lennék utólag. Így akarom amúgy, hogy kamerával így megnézni. És azért
választottuk ugye a DJ Dice-ot, mert azért nekem fontos, hogy nálam szebb emberek ne legyenek a színpadon, tehát ez nekem egy alapvető kritérium. Szabó Balázs suhancos kollégám ugye sármosságával gyanítom, hogy lehet, hogy még le fogjuk őt cserélni egy másik gitárosra. Teszünk róla, na. Teszünk róla, vagy pedig nagyon csúnyán megkínáljuk egy székkel előtte, hogy az ő mégse virítson annyira jóképűen. Azt mondja, hogy visszatér... Mi? Egy zenét akartam. Na, most kapsz te is egy kis hazait, jó van, mert ígértük a szegedi embereknek, meg szerintem mások is vágynak rá. Sziszka Szupaverdi az RMX-es lemezről, a cappella szinten egy kis belemutatás akkor a Szupaverdi nagy lemezbe, aztán utána jövünk vissza, és akkor most addig gyere is ki Majestic, és akkor dumáljuk meg, hogy mi legyen a következő, amit meghallgatunk. Hadd szóljon. Kemény, 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 kemény. A keményet hallottátok itt a salátában. És hát egy nagyon-nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, ami nem konkrétan veled, illetve veletek kapcsolatos, de hát mindenképpen meg kell említenünk, ugye találkoztunk veled Majestic, hát mi, vagyis hát na, mi találkoztunk ketten, ugye szombaton Pécsen, ezen a második Beatbox Battle-on, és hát óriási öröm nekem, úgy, aztán duplán, mert ugye Revolution, a drága jó nájcsájdos emberünk a első lett, ugye második alkalommal, úgyhogy most már majd másodízben is képviselheti hazánkat majd a világversenyen, és hát ugye ez amúgy Pixáról jutott főleg eszembe, mert írtam egy kis ilyen élménybeszámolót a salatamagazin.com-ra erről a buliról, és oda egy remek képet sikerült annak a végére Pixáról is betennem. Aztán, és a kép magadról esetleg? Rólam is van egy remek kép, a Tibával állunk, és Tiba éppen egy piszt dob rajta, aztán annyi van még ezzel kapcsolatban, hogy a második helyezettünk az pedig Dömelet, aki egészen véletlenül kecskeméti lakos, úgyhogy tényleg én nekem ez így duplán. Mondjad, mi? Ami meglepő számomra, hogy Riszkély nem volt a... Bizony, hát azt én írtam is az élménybeszámolóban, és hát ebben mindenkivel meg tudtam egyezni, hogy nem lehetett egyszerűen nem észrevenni, hogy Riszkély nagyon durván elizgulta ezt a dolgot. Sajnos annyira benne volt a levegőbe, hogy a tavalyi miskolci dolog után nagyon komoly súly volt a vállán, és nagyon-nagyon elizgulta. Én legalábbis így láttam, meg nagyon sokan mások is, úgyhogy lehet, hogy van benne valami, sőt, azt azért még megjegyeztem ebbe a kis írományba, meg hát mondom most is, hogy én abban viszont biztos vagyok, hogy a következő 3 vagy 5 évben Riszkély azért még elég komoly meglepetéseket fog itt okozni, úgyhogy én attól nem félek. Én azért azt hozzátenném, hogy egy operaénekest lekörözni az eléggé. Hogy érted, hogy... Hát, hogy a Revolution ugye operaénekesnek tanul, így tehát van egy hangterjedelme, van egy hangnyomás, ahogy mondhatnám így. Így van, tehát így azt van, vettem én észre például, hogy a basszusoknál körülbelül, mint hogyha egy 8 skálával följebb tolnád a potmétert, és ez csak az ő saját hangja volt. Így van, de én azért bízom abba, hogy bár, hát most megfogtál, na, Majestic, most szóval megfogtál, mert pont ezt írtam én is, hogy én ott, ahogy álltam, és néztem, és éreztem, és amikor nagyobb terjedelembe, illetve átütőben mentek a lábdobok, már jobban megmozdult a közönség, de Revolution-nal szemben ez azért kell ezt megvédenem, ezt a dolgot, mert ott azért az ötletek is szakítottak. Na szóval, most én nem támadásnak mondom de ezt. Hozzáteszem, akkor most már beszéljünk, te erről tényleg egy percet, erre azt hiszem, hogy rászánhatunk. Én nekem nagyon unalmas volt, így unblock az egész, mert én azt hittem, hogy aki már nevez egy ilyen országos versenyre, vagy egyáltalán ott van, ott én azt hittem, hogy mindenkitől várható az, hogy show legyen. És nekem ez dögunalmas volt, hogy mennek a beatek, picit gyorsítunk, picit lassítunk, picit pörgetünk, változtatjuk a pergő hangot egy picit, meg ilyesmi, és ennyi. És side scratch is alig volt, akkor basszus témák is alig voltak, már mint ilyen külön basszus témák. Igen. És hát a show elemek, nem tudom hány produkciót néztél meg, én majdnem az összeset megnéztem, és nagyon-nagyon durván, és Riszkély, illetve Revolution, ők hát nyilván hiánytalanul vitték a pálmát ebben. Igen. A dologban. Annyit azért hozzátennék még, hogy volt ugye az a német srác, a szemüveges, aki leutánozta az összes dob pergő hangot, meg mindenféle dolgokat. Hát hihetetlen, az ember, mint egy szemplergép, Jézus Mária. És az én meglátásom szerint, tehát amit ott hallottam a műsorban, amit leadtak, a Revolution egy lépésre van attól a sráctól. Igen, nem, igen, én nem igen, érzem, hogy ez elfogultság. Pedig ezt nekem, én azt hiszem, hogy nálam jobban elfogult nem lehet senki, már csak Revolution NC-s tekintetében se, de azért az a csávó, az
az lehet, hogy mondjuk nem tavaly kezdte el ezt a beatbox dolgot. Szóval fiúk, ti, akik nem voltatok ott, ez egy Beat Toxic nevezetű formáció volt, kettő úriember, illetve egy hölgy. Na most, amit még erről el kell mondani, hogy az a leányzó olyan eredetiséggel adott elő Fatboy Slimtől ilyen old school, örökzöld funkis lágereken át mindent, úgy olyan dallam eredetisége, hogy csak beat volt. Tehát semmi dallamhangszert nem játszottak a fiúk, és csak beatre, nem tudom, hogy figyelte, de hogy ott teljesen rendben voltak a hangnemek, úgyhogy nagyon-nagyon rendben volt. Én azt mondom, hogy Revót én imádom emberileg is, művészetileg is minden, de én megértem, hogy ez a srác elvitte előle a világbajnokságon a második helyet, illetve az elsőt, azt meg, hogy mondjam, lehet az én szegénység bizonyítvány, nem is tudom, hogy ki lett, de ennek a fényében meg sem merném nézni. Hát igazából. Én azt mondom, hogy az első három az hajszálnyi különbség mindig, tehát és nagyon nehéz különbséget igen, tenni. Köztül. Igen, és még egy összetett mondat akkor, és erről igazából a te véleményedet kérem, mindannak ellenére, hogy Döme, Kecskeméti, meg így, meg úgy, meg amúgy Riszké, ugye, azért régóta barátom, úgyhogy gyakorlatilag egyik felé is sincsen szerintem ilyen komolyabb torzulás így bennem, így megítélésileg. Úgy érzem, hogy Döme egy lábdobban nyert Riszké előtt. Én így érzem, nem tudom, mi a véleményed. Én Riszkét tettem volna Revóval a döntőben, még az izgulás ellenére is. A srác, a Döme, ő egy kicsit pontosabb volt bizonyos helyeken, tehát lehet, hogy azt a lábdobot jobban oda nyomta a mikrofonba, viszont a Riszkének sokkal színesebb volt a műsor. És az egy műsor tehát volt, na hát így ez van. Össze volt állítva, volt eleje, közepe, vége, több részlete, amit egyszer adott ki a szájából, abban az egy idő minutumban, és így hibátlanul végül is, csak a másik srác egy kicsit jobban rányomott. Viszont egyszerűbb volt a műsora, és a zsűri azt ítélte, hogy ő jobb. Te beszéltél utána Riszkével? Nem, sajnos, hogy el is párlogtam. Nagyon. Valószínűleg nagyon letört szegény, tehát meg tudom érteni. Majestic, mesélj egy picit arról, hogy mit készítettünk be. Hát bekészítettük azt a mixtépet, ami karácsonykor készült el, és azóta is várom, hogy lejöjjön a gyártósorról. Coming down. Ez kicsit ilyen negatívan hangzott. Igen, sajnos egy kicsit csúsznak a dolgok, de hát ugye ez a külföldnek a varázsa, hogy minden olyan csillogó, aztán amikor odajut az ember, hogy így lépni kéne, akkor egy kicsit várni kell, mert sokan vagyunk, tehát így sok ember sok mindent akar, és csúszni, de jön, a bizalom megvan. Na most ebből elhoztam egy darabot, amit most lejátszunk egy körülbelül 3-4 percet belőle, ugye a közepébe, ugye a mocskosan a közepébe, egy Brand Nubian-nal fogunk indítani, aztán rájön egy Cypress Hill, és arra jön, nem Brand Nubian, és arra jön a Funky Child. Nem, igen. Igen, Thoughts igen, of the Underground, igen, Funky igen. Child, és arra jön a Cypress Hill. És aztán te majd intesz nekem, és én lehúzom. És azután jönni fog az a szám, ami az egyik legkedvencebbem, de ezt nem állom el, mi is utána fogjuk lehúzni. És Susu közben megjegyezte a fórumban, hogy nálam szebb embert nem is tudnék találni, tehát ezt nagyon köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy összekövettél engem valakivel. Aztán SMS-ben kérdezi Cigó, hogy nem figyeltem, mi lesz május 26-án. Hát május 26-án itt Kecskeméten egy kedves kis klubban, egy 3 órás, ilyen óriás, egyszerű és megismételhetetlen élőzenekaros, ilyen Nightshide-os okosítás lesz. Hát Artos Csaba fog reppelni, MC Gőz, Szupa Verdi, illetve én, meg hát még egy-két meglepetés, akit nem mondhatok el, DJ Dice, aki itt ül velem szemben, ő fog karcolni, illetve a doboknál majd az Uzgi Nüverből, reméljük, hogy azért párotok által ismert Norcsi lesz, Vince Norbert, aki az ilyen régi élőzenekaromnak a dobosa, aztán Szabó Balázs, ugye a Suhancos Balázsunk, ő fog gitározni, Áborgató Maszkura basszus gitározni, illetve a szintén Kecskemét Nagysolymosi Gábor régi funkadelis élőzenekaros billentyű is fog majd billentyűn okoskodni, úgyhogy ez lesz 3 órában, és annyi a lényege még ennek a koncertnek, hogy nem számokat fogunk eljátszani, hanem elkezdjük, és aztán 180 percig jammelünk, úgyhogy ez lesz az egésznek az érdekessége. Azt mondja, hogy tömény laikus kérdés, de engem évek óta szúr, külön van vinyl scratch hangokkal, és általában ezekről is karcol a legtöbb DJ. Annie Alice. Én tudom a választ, azért ennyire képbe vagyok, de akkor Majestic, légy szíves, erre te válaszolj. Van ilyen vinil, amin csak hangok vannak, bizonyos effektek, bármiféle beszólások, emberi mondatok, akár filmekből kivágott monológok, dobrészletek, bármi, amit felvágtak. És akkor ezek azok, amiket, hogyha egy laikus ül éppen a stúdióban, és hallgatja, hogy keresi a DJ ezeken, akkor az egy szörnyű élmény, mert csak ennyit, hogy tehát ilyen egymás után, ilyen tényleg ilyen nulla. És tudni kell, hogy ezek ritmusban vannak 4/4-ben. Tehát, hogyha elvileg ütemre felmixeled,
akkor elvileg az... Ez mindig így van. Ezt nem tudtam. És ez mind ütemre van. Ez új információ. A scratch lemezeken legalábbis így van megcsinálva. Gondolom az igényesebbeken. Igen, igen. Tehát ez egy segítség, mert rengeteg lemezen lehet találni hasznos hangokat, amiket jó scratchelni, de ezeken mind össze van gyűjtve, és nagyon könnyű rajtuk gyakorolni, és kézre áll. Tehát zenét fogunk hallgatni. Tehát jöjjön Majestic, Decade of Hits. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Kérem szépen, hát nem minden nap vagyok olyan helyzet elé állítva itt a Salátában, ugye, hogy olyan dolgot kell lejátszanom, ami több trekken túlnyúló, de hát most már ezt is megtanultam, na úgyhogy felavattuk ezt az opcióját is a CD lejátszónak. Mert ugye tudni kell, hogy ez egy mix CD volt, egy 32 trekkes mix CD, ami kb. Másfél percenként egy track. És ebből most ugye négy trekben néztünk bele, hogy igen, négyben néztünk bele, ez pont ugye a 9-estől a 13-as trekkig volt. Erről a CD-ről majd, hogyha a műsor vége fel esetleg... Nem most, nyugodtan. Bejáthatnánk majd, ja, de ezt kellene, de, hogy még pár szót akarsz róla. Igen, beszélünk csak, hogy majd utána, hogy persze, a műsor vége. Esetleg utolsó tracknek bejátszani a CD utolsó számát, ami kis karcmesterség. A CD-ről még annyit szeretnék így elmondani, hogy ez a Decade of Hits címet viseli, ami annyit takar, hogy 10 év klasszikusai vannak összegyűjtve erre a lemezre, tehát 90-től 2000-ig. Ilyen, csak így kiragadok párat, Brand New, ilyen Notorious B.I.G., Rakim, Ice Cube, Nas, Dre, akkor Delta Funky, Hamosapia, Mr. Dabolina, nem tudom, biztos sokan ismerik, akkor Lords of the Underground, ugye ez volt, Jeru, Black Moon, Showbiz, N.A.G., Soulclap, Uptown, Dopam Plastic, akkor mi van még, Blaza, Gangsta, Common Sense, Bitnuts, Kieros von, Afura, Raza, Kulub, Test Ninja, ugye a keleti vonal, nyugati vonal összehasonlítása. De ez azért nem egy ilyen echte új hullámos lemez lesz, hogy nem, ez igazából pont arra gondoltam, hogy nem ezt az új hullámos vonalat erőltetem, ami most megy kint, ez az R&B tömény mennyiségben, hanem itt Magyarországon azért vannak, akik nem ismerik ezt a régi vonalat, ahonnan végül is indult. Nem innen indult, csak ez már ugye az indulás utáni pár év, mondjuk egy olyan jó 8-10, szóval valami, egy kis felmutatás, egy kis színesítés, hogy Magyarországon legyen fogalmuk azoknak, akik esetleg nem vágják, de tetszik nekik, és nem tudják, hogy mi az. Így bemutatni, hogy ez arról is van. Arról kell beszélnünk, amit Dice fogdos? Hát esetleg annyit le lehetne mondani, hogy elhoztam egy Pro X Fader nevű crossfadert, ami én használok a keverőmbe. Ezt azért hoztam konkrétan, hogyha esetleg valahol sikamika van, akkor csak belepattintom, mert ez ilyen cserélős. Hogy elvileg, hogyha valaki ilyet szeretne, ezt az Eclectic Breaks fejlesztette ki, ez egy speciális crossfader őrült scratcheseknek. Azt napi 8 órás. Ez egy keverőnek egy scratch DJ számára legfontosabb eleme. Igen, aki scratchelni szeretne, az itt bukik meg a dolog, hogyha ez nem működik, akármilyen keverője van. Annyit kell erről tudni, hogy ezt elvileg Magyarországon egy bizonyos nevű KFT forgalmazza a fővárosban, és hogyha valaki ilyen szeretne jutni, ő rajtuk keresztül tudjátok megvásárolni, megrendelni, tehát rajtam keresztül ez nem megy, ne próbáljátok, sajnos nincs rá lehetőségem, hogy én ezt áruljam. Ha azt a KFT-t így bombázzátok azzal, hogy szeretnék ilyet vásárolni, akkor ő bele fog investálni, ugyanis nem egy olcsó mulatság, de hát ugye mindennek meg kell fizetni az árat. Pont ezzel kapcsolatban járt, illetve hát cirka ezzel kapcsolatban jött egy SMS, ha valaki szeretne DJ-skedni az elszántság és a gyakorlás mellett, mit ajánlotok? Vegyen egy cuccot, meg lemezeket és gyakoroljon, vagy hogy kezdjen hozzá Gábor? Hát én azt tudnám ajánlani, hogy mindenképpen, hogyha megteheti anyagilag, akkor vegyem meg a... Bocsánat, még mielőtt válaszolnál, csak annyi, hogy DJ-skedni, avagy turntable-iszteskedni. Hát ez egy két külön vonal végig is, hogyha belegondolsz. Tehát ezt gondolom, az elején el kell dönteni, hogy te most scratchelni szeretnéd, tehát lemezhúzkodni, vagy csak mixelgetni, mint egy house DJ, de ez nem is kell house zenét játszani, mert hip-hopot is mixelgethetsz, tehát nem kell húzkodnod. Ha te azt szeretnéd, hogy csak zenéket játszol egymás után, ütemre, tehát nem csak play és stop, hanem úgy egybe is futtatod, van egy kis hangulat az egésznek, összehúztatod a zenéket, ettől lesz egy kis olyan, mint hogyha végignéznél egy filmet, csak ugye fejben zenével hallgatva, egy utazás során például, akkor egy másfajta dologba kell gondolkodni, és hogyha turntable-üzmedon gondolkodsz scratchben, akkor megint egy másfajta dolog. Tovább megyek, ha én úgy gondolom, mint sokat szor elmondva kívülálló, hogyha én már tudnék ütemre
összehúzni trekkeket, akkor egy idő után úgyis ott van a kis ördög a vállamon, és belehúzok, nem? Mi volt konkrétan a kérdésem? Az volt, hogy mit ajánlatok azon föl, hogy van egy lemezjátszó, és vannak lemezek, tehát hogyha valaki ilyen dolgokba investál, hát, akkor elszántság és gyakorlás mellett. Tehát keveréshez elég egy szíjhajtásos lemezjátszó, amivel tényleg össze lehet keverni a számokat. Kettő, igen. Ez igaz. És egy egyszerűbb keverő, de hogyha scratcheléssel és bármilyen turntable-izm dologról van szó, akkor sajnos így a Technics alatt nem nagyon vannak olyan lemezjátszók, amik sokáig bírják, és tényleg meg lehet velük tarulni, illetve keverőkből is ilyen, hát 50 ezer forint alatt nem nagyon vannak olyanok, amik a mindennapos gyakorlás tényleg Csak egy pillanatra, hogy erre visszatérünk, ezt te is így gondolod, Majestic, ahogy mondtam, hogyha egy idő után tud keverni az ember, akkor azért belehúz, vagy ennél le lehet ragadni ennél a dolog? Le lehet ragadni, sokan bepróbálják, de azt mondják, hogy nehéz, mert tényleg nehéz összehangolni, hogy a két kezed teljesen más csinálsz, körülbelül, mint a gitározás, vagy a dobolás. Tehát, hogy egyik kezeddel ezt csinál, a másikkal azt. Akkor térjünk vissza a két lemezjátszózásra, mert nagyon jól elmondtad amúgy, hogy miről van szó, csak hogy akkor még képletesebbek legyünk. Tehát itt arról van szó, mondjuk egy két lemezjátszózásnál, hogy megy ugyanaz a két instrumentál, ugye két ugyanolyan lemezről, és gyakorlatilag neked egy másodperc alatt kell teljesen máshova koncentrálnod, forogsz jobbra-balra. Igen, és, igen. És, de hát ez már azután, hogy te már tudod, hogy melyik részlete hol van. Először lehet, hogy csak úgy képzel, hogy órát képzelsz el, lehet, hogy az egyestől a hármasig lévő szelet tehát játszod be innen, ami mondjuk 3 másodperc, és innen a másikról mondjuk a 1-estől a 6-osig, ami mondjuk 6 másodperc. Tehát azért több időd van gondolkodni, hogy mit csinálsz. Tehát, hogyha már felfejlesztetted ezt, akkor csináltad olyan gyorsan, hogy mintha így járnak a kezeid jobbról balra. Ami egy kívülálló számára idegesítő lehet, mondjuk ez most csak így ilyen vicc szinten mondom, egy DMC meg azért az első 20 sor azért néz, hogy ott mit történik. Hát végülis az a lényeg, hogy mozogjon az ember keze. Így van. Majestic, én közben választottam egy hazai felvételt, azt meghallgatjuk, és akkor utána beszélünk egy picit arról, hogy akkor hogy látott te Londonból a kis hazánkat, hogy mi a helyzet ezzel így, főleg DJ-skedés terén, meg azért egyéb dolgokra is kitérünk. Én úgy gondolom, hogy azért jó pár élménnyel lettél gazdagabb az utóbbi másfél évben, úgyhogy szerintem erről dumálunk egy picit. Kemény, 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 kemény. A keményet hallottátok itt a salátában. Aztán egy olyan kérdés SMS-ben, amit szerintem hamar ki fogunk végezni. CD vagy bakelit, azon kívül, hogy a bakelit látványosabb és az a hagyomány miért jobb? Mondok erre egy harmadik verziót. Serato. Az mit jelent? Vagy Final Scratch, de a Serato még így. Ja, igen. A Final Scratch az még a mai napig késik egy nagyon picit, igen, ugye? Igen, de van ez a Serato nevű dolog, amit hogyha nem látod a laptopot, akkor a két lemezt megfogod, és én nem tudnám megmondani, hogy akkor ez most... De az ugyanaz a technológia, ugyanaz a Final Scratch, hogy van egy DSP processzor, igen, és az intézi a melót. Csak már a tökére vitték annyira, hogy tényleg nem lehet megmondani, hogy ez akkor a én megmondom, van. Hogy nem lehet megmondani, hanem olyan, mint a vinyl, tehát abszolút bakelit. Na, aki nem tudná, annak elmondjuk, hogy egy olyan rendszerről van szó. Szóljuk az SMS-re is, a CD-vel nem lehet normálisan scratchelni, de lehet, hát van a Numarknak egy CDX nevű verziója, aminek a legújabb verziója már HD-t tartalmaz, tehát egy Winchester-t, hard drive-ot, ami X gigabyte, akármekkor, amit beleépítenek, és erről azt kell tudni, hogy bármilyen fájlt, te belelaksz Wave, MP3, CD, kártyát, bármi flash drive-ot, azt belerakod, azt a megscratchel, mivel forog a tányér, egy Numark lemezjátszót képzelje, ugyanúgy egy bakelit lemez van rajta, ugyanúgy barázdákkal. Igen, én a mixtape-en, amik vannak egy-két scratch, azt ezt használtam hozzá. A pontossága 1%-kal lejjebb van, mint a Technics-é, tehát ott érezhető, de belefér. Világos. Duplázásra most abszolút jó. A Final Scratch-es dologgal idézőjelben én, mert mi igazából, de én is próbálgattam azért nagyon picit. Én ott éreztem, hogy késik. Igen. Tehát ott komoly millisekundumokról volt. Abból is kijött a második verzió, ami állítólag elég jó, de a Serato egyértelműen vezeti a piacot. És ez még hozzátenném azt, hogy a Serato most már, vagy hát, hogy a Rén kihozta azt a verziót, amikor a TTM 56-os mixerbe beépítették a Serato-t. Ami amúgy is egy nagyon komoly keverő, és csak egy USB kábel, sőt. Atya úristen, már ilyen szinten vagy. Olyan, hogy a keverőben van, tehát nem is kell magaddal vigyed. Bedugdosod a lemezjátszókat, meg a számítógépet is, azt játszol, ami a gépen van. Yeah. Plusz az eredeti bakelitet is ugyanúgy egy kapcsoló segítség. Csak egy USB kábel, és onnan irányítod. Azt így hozzátenném, hogy ennek az újjára fontban 1200 font.
Na de gyorsan elmondom, aki nem tudná, hogy miről van szó, hogy két hagyományos lemezjátszó és egy hagyományos keverő, amivel amúgy bakelit lemezeket játszok le. Rákötök egy USB-s dobozt, és a lemezekről érkező pittyegés alapján, tehát két speciális bakelitet használ a rendszer, amiken egy timecode van, amikor rátesszük a tűt, abból... Tehát csak nullák és egyesek nullák van. És egyesek, ez füllel csak egy ilyen sípolást hall az ember, de a számítógép abból rögtön megállapítja, hogy hova tettük a tűt a lemezre. És ezt olyan gyorsan csinálja, hogyha egy pillanatra megfogjuk a lemezt, vagy megmozgatjuk, annak a hangjából, amit a pick-upból hall, ő rögtön tudja, hogy merre és milyen sebességgel mozdult a lemez, és ez alapján állítja az MP3, vagy Wave, vagy CD-nek a hangját. És hát egy algoritmus alapján szimulálja. Igen, és ez annyira jól működik, hogy tényleg álom, tehát a tökéletes megoldás. Azt hiszem, lelőhetjük, hogy a rap neked, meg a csajodnak lemez DJ dugós scratchei, azok Final Scratch-el készültek, de még az első verzióval is ott bizony ezekkel a millisekundumokkal megküzdöttünk, mert Dugó, akit én mondjuk egy nagyon-nagyon jó karcmesternek tartok, ő azért egy elég pontos emberke, és hát... Ezt nehéz tolerálni, amikor ott így van, mögöttem. Tehát gyakorlatilag arról volt szó, hogy Dugónak órákon keresztül rá kellett, de azért nem órákon keresztül, mondjuk egy óra alatt rá kellett hangolódni arra, hogy ő előre dolgozzon, igen, egy picit. Igen. Ez elég probléma. Ezt már megoldották, tovább, most már tényleg tökéletes. Majestic. Hogyan kémleled a hazai DJ, hip-hop, vagy ilyesfajta helyzetet onnan Londonból? Hát, mint már említettem, egy kicsit bevallom. Csalátamagazin.com-ot szoktad nézegetni? Igen, talán még emlékszel rá egy-kétszer, írtam is a fórumba. Igen, igen. Aztán ezek így elmaradtak, mert voltak más dolgaim is, tehát ott kint ugye egy órával később előbbre vagyunk. Tehát amikor itt 10 óra van, ott már 11, vagy fordítva? Nem, fordítva. Fordítva. Tehát ott kint 9-től 11-ig van a műsor, és néha egy kicsit macerás volt elérni azt az időpontot, mert bizonyos helyen fértem csak hozzá az internethez. Azt várjál, bocsánat, a fórumba átírja, súgja már meg valaki, hogy ki a vendég. Dice. DJ Dice a vendég. És Funkadeli. És Funkadeli, és elkísértem a Majestic is. És én vagyok a műsorvezető. Na igen, bocsánat, hogy megszokítottam. Mert hogy átvettem a Funkadeli műsorán. És hogy ő fog menni Londonba. Ez na, igen. Szóval hallgattam a műsorodat. A magyar szcénáról annyit mondanék, hogy vannak emberek, akik technikailag jók, de nem tudjuk. De most DJ-kről beszélünk. Igen, csak DJ-kről beszélünk, jó, mivel jó. Mi is azok vagyunk, és erről szól a műsor is. Szóval mostantól erről szól a műsor. Szóval... A lényeg az, hogy sajnos azt tapasztalom, hogy így másfél év viszonylatában, tehát távlatában visszanézve, hogy mint egy kicsit megfagyott volna a dolog. Vannak emberek, csinálják a dolgukat, technikailag buli szinterén, tehát konkrétan élőben nincsen változás, ugyanaz van, egy elejétől megy a száma végig néha, aztán elindul másikat, néha sikamika, néha elmászik, néha elég gyakran, tehát nincs mixelés, belenyúlok össze-vissza, de azt vettem észre, hogy az embereket ez nem is érdekli, tehát igazából a hozzáértők... És ezt mint póker arccal meséli. Tehát így a hozzáértők hallják ezt ki, én néha elgondolkoztam, volt akinek mondtam, és aztán azt gondoltam, hogy ezzel nem foglalkozok, mert lehet, hogy kicsit túl suspicious vagyok. Hogy ne adj Isten túldimenzionált az a scratch-et, hát így a közönség felé, hogy úgyse... Nem erről van szó, hogy scratch-e is adjon vissza scratch-e, hanem az, hogyha összemixelsz két számot egyszerűen, akkor az legyen összemixelve beatre, tehát nem úgy, hogy... Azért ezt megmondanám, hogy a közönség hiába mondjuk nem hallaná ki egyszer-kétszer azt, amit mi egyből meghallunk, mert mi is magunk sokat hallgattunk ilyesmit, meg tudjuk, hogy megy, de azért, hogyha egy ember egy tényleg profin összerakott szettet csinál végig, és nincsenek benne ezek a hibák, akkor azért a közönség is azt fogja mondani, hogy hát ez az jobb zenét tolt, de nem biztos, hogy konkrétan meg tudja mondani, hogy miért, de azért érzik az ember. Sajnos az van többségben, hogy hibák vannak, és ezt szokták meg, és ez a normális. Nem mindegy, hogy hány sört ivott az ember, mert van, amikor a DJ munkája az háttérzajjá fajul egy buliba. Erre szerettem volna kitérni, hogy itt a Beatbox bulin is, amin voltunk szombaton, megmutatkozott, hogy a hiphopperek, idézetben hiphopperek nagy része, 80% azért megy el a buliba, hogy jól berúgjon. És tök mindegy, hogy mi szól. Tök mindegy, ki jön a pultba, tök mindegy, hogy ki beatboxol, tök mindegy, csak hozzá még sört. Yeah. Szóval ez egy kicsit... Ez azért most picit túl negatív volt, nem? Lehet, hogy negatív, én ezt láttam, én nem voltam berúgva a beatbox bulinsel, és tisztán láttam, hogy támogattak az emberek, és még talán annyit hozzátennék, és ez nem azért van, mert hogy én mennyi idős vagyok, de sajnos, nem sajnos,
talán ez annak köszönhető, hogy a hip-hop ugye itt még felnövekvőben van, de nagyon sok a gyerekreppes. Aki, tehát így el vagyok hű, vagy a klubba beengednek 14 éveseket. Tehát ez így kicsit meredek. Szerintem. Megértem, én is voltam 14 éves. De Dice is majdnem a fiad lehetne, hogyha szóval, ott az elejében olyan összejönnek a dolgok. Én is voltam 14 éves, szerettem volna menni buliba, néha be is tudtam szökni, de valahogy régen más világ volt, azért megszűrték. Most már szerintem sokan azt mondják, fiatalok, hogy de akkor nem menne a buli. Tehát becsukodnák az ajtót, mert pénz, igen, így biznisz. Van. A másik az, hogy annyit akartam még reflektálni az előző hozzászólásodra, hogy én nagyon-nagyon látom azokon az ismertebb, igen, azt így kell mondanom, ismertebb DJ-ken, hogy sokukat szintén a pénzhiánya vet vissza technikailag is. Igen. Tehát ezt azért mindenképpen említsük meg, hogy... Megfásulnak az emberek, én úgy vettem észre. Igen, és annyira toporgunk ebbe, hogy komolyan, hogyha ne adj Isten, most egy ilyen kicsit lehet, hogy költői példával akarodzom érni, remélem, hogy valamennyire elsül, hogyha ne adj Isten, valaki hozzájut egy lemezjátszóhoz valamikor, illetve egy jobb keverőz, akkor az stagnál az állapot, és az a dolog csak kopik, és romlik. Én így látom, mint igen. Kívülálló. És ne értse félre és senki. Nem lesz új lemezjátszója, nem igen, lesz új keverője. És... Nem is az a lényeg, hogy új legyen, hanem hogy saját magát fejlesz. Igen. Tehát, igen, hogy igen. Itt igazából annak kellene lennie, hogy te egy kicsit mindig többet nyújtasz, mint a múltkori bulin. Ja. És nem csak a közönségnek, hanem a szénának is mutasd meg, hogy te jobb vagy, mint a... Nem is az, hogy jobb vagy, hanem színesebb. Jobb, mindenki jobb szeretne lenni, de én nem akarok Superman lenni, hanem azt szeretném, hogy a közönség, amikor felmegyek a pultba, akkor azt mondja, hogy most itt maradok, nem megyek sehol, mert ez a csávó ez valamit mutatott. De hozzáteszem is. Azért, egy kicsit előnybe vagy most Majestic, mert azért az a pozitív hullám ömleny, amit te itt magadba, illetve ott magadba tudtál szívni Londonba, meg szívsz hát szerintem a mai napig. Hát de magának köszönheti, szóval. Ez, hát igen, mondjuk Dice, ez azért lehetne vitatkozni, mert magának köszönheti, mert csak akkor kimaradna itt Magyarországon, érted? Jó, ez igaz. De most nem mond nekem azt, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezt így gondolja Magyarországon. Nem, ez sima ügy, csak tudod, aki benne van, azt hiszem ezzel nem lehet vitázni, az egészen más dolog, mint aki nincs benne, az már egyéni szosz problémája mindenkinek, hogy éli az életét, te kimentél Londonba, szerintem ez egy teljesen okés dolog. Én mondjuk nem megyek ki Londonba, de csak azért, mert mit tudom én, még egy ideig óráig el tudom viselni ezt a dolgot, ami itt mondjuk Magyarországon megy, de lehet, hogy azt mondom neked egy fél év múlva, hogy Majestic intéz már nekem ott az utcában valami percot létszi, mert elegem van. Tehát ez szerintem teljesen sima ügy, de akkor abba kiegyezhetünk, hogy materiálisan, tehát így anyagilag egyszerűen teljesen katasztrofális helyzetben van így ez a... Igen, sajnos az anyagi, az országnak az anyagi háttere, tehát most így hozzátenném, hogy 10 millió ember lakik Magyarországon, ugye statisztika szerint, ebből körülbelül 2,5 millió ember dolgozik, a többi 7 millió az ül a seggén. Ezek nyugdíjasok, fiatalok, akármi beteg, stb. 2,5 millió ember adózik. Abból él az állam, abból fizetem be a buszjegyem. Szóval abból vannak utak, abból mondjuk van Balaton. Hát igen, tehát nem politikai műsor, meg nem is közéleti jellegű. Ezek az okok, nem a Magyarország hibája, hanem ez az oka annak, hogy nem tudnak előrelépni az emberek. Én azért azt is egy oknak titulálnám, hogy a parti szervezők azok nem viszik le előre a lét, amennyit ki kell majd fizetniük, és azt várják, hogy majd a belépőből jön hát be. Tehát ezt is egy én oknak. Én nem voltam még olyan bulin, ahol ugye, előre meg lett volna pénz szerintem. A mi bulijainkon, de ott mindig megvan előre ez, tehát ezzel nincs gond. Hozzáteszem, itt is már ugye beszélhetnénk arról, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de így van, ezt megfogom amúgy egy DJ Majestic. Igen? Feri már, mint hogy te. Ne neves ki magadat, könyörgöm. Igen. Szóval te azért régóta benne vagy így a repzene világában. De most állj meg, Dice, figyelj, mert igen? Szerintem te leszel az ember, mert itt ígértem amúgy a fórumban, meg a salátán az embereknek egy műsort, aminek én leszek a vendége. De, akkor nem is te szívesen társuló kérdezőnök. Tehát azt mondom, hogy Dice, te leszel a műsor vezető. Szívesen kérdezem. Na igen, mondja az. Szóval azt szeretném volna kérdezni, hogy te azért régebb óta figyeled, mint én, mert én mert öregebb vagy, és én sokáig nem voltam benne a közösségbe, tehát én otthonról magam szereztem a zenéket barátaimtól, internetről, tehát nem voltam benne a szcénában, nem jártam bulikra, mert még fiatal voltam, hogy én nagyon remélem, hogy fejlődnek azért a dolgok, tehát hogy előrébb vagyunk, mint mondjuk 5 éve, amikor én még nem ezt voltam annyira bulikba. Kár volt föltenned, mert amúgy is összenéztünk a Majestic-kel, és
és azon föl is, ja, hogy... Most nyilván hogy, nem tudod ezt így kifejteni. De ezt a, éppen ezt akartam mondani, hogy ki tudom fejteni, jó, majd mert abban igazából nem. Igazából fejlődés van, csak lassú. Tehát én a mondó lennék, erre azért akkor szálljunk egy percet, mert szerintem ez így belefér, így amúgy a Majestic és Risqué közös fogjuk majd lenyomni mindjárt, hogy művészetileg én érzem a fejlődést, annak ellenére, hogy sokan kihullanak, és főleg a turntablistek közül látok nagyon sok embert úgymond kihullani ilyen belefásultság miatt. A mikrofonfogók közül is van ilyen, de az a lényeg, hogy művészetileg óriási a fejlődés, de egyszerűen a parti kultúrában én majd nem visszafejlődést tapasztalok. És amíg nincsenek olyan partik, ahova nyugodt szívvel elmennek a fellépők, ahova nyugodt szívvel elmennek a DJ-k, tudják, hogy ki lesznek fizetve, ahova nyugodt szívvel elmennek a senki ne értsen félre a 20 évesek, mert tudják, hogy nem fogják őket 15 évesek körbeállni, semmi bajunk nincs a 15 évesekkel, de majd aki 20-25-30 éves lesz és bulizni megy, az megérti, hogy miről van szó. Tehát ez a dolog, ez merőben hiányzik, és amíg, mit tudom én, nekem 3 évvel ezelőtt egy életem egyik legnagyobb élménye volt, egy 18 pluszos készfészen föllépni Pécsen, 800 ember előtt, egy 18 pluszos buliba 800 ember előtt, addig ezek a dolgok, Majestic, azt hiszem, hogy erre is csak bólintani tudsz, hogy ezek jelen pillanatban 2006-ban Magyarországon sehol nincsenek. Tehát itt egy 300 fős nullkasszás buli, az annak számít, hogy arra már inni szoktak. Én erre azt mondanám, hogy bár lehet, hogy csúnyán hangzik egy 4 szavas mondat, hogy haverok csinálnak bulit haveroknak. Szóval és ez a hip-hop. Várj, ezzel most el is kell kezdenem a nótát, mert ezen el kell gondolkoznom egy picit. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620 9 414 020. És éppen múlt héten kérdeztem a Csabitól, hogy mi a helyzet így Budapesten, mert ott aztán én úgy látom, hogy ott aztán végleg nem mennek el az emberek bulizni, meg nem mennek el partiba, és kérdeztem tőle, hogy Csabi, hogy mi van, hogy nincs pénze az embereknek ennyire, mert hát ugye elvileg ugye az elmélet, hogy Budapesten azért mégiscsak jobban élnek az emberek, mint az ország többi pontján, és azt mondja a Csabi, hogy nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy egyszerűen nem teszik ki a lábukat, mert annyira rossz a közbiztonság, meg ilyesmi, hogy inkább otthon ülnek az emberek, és nézik a tévét, és tényleg annyira siralmas, hip-hopos rendezvények vannak így ember néző sereg szempontjából a fővárosban, hogy az valami leírhatatlan, de mondjuk erről, tehát nyilván hitelesebben tudsz nyilatkozni, mint én. Én csak azt mondom, amennyit így átlagban így látok így ebből. Hát figyelj, én budapestiként elmondhatom, hogy így a közbiztonsággal szerintem nincsenek gondok, vagyis hát ilyen problémák. Maximum bizonyos helyeken. Pont 2 hete jöttünk haza Pesten át, és a, nem mondom, a Papa Joe így mondta, hogy a Hold előtt, tudjátok, hogy mire gondolok, ott ugye pont az egyik kedvenc éttermen van ott szembe, és annyira durvát láttam, hogy ilyet még soha nem, tehát így 15 ember, 15 ellen pesgős üvegekkel, és a többi 10 az már így ömlött bőlük a vér, és így már sérültként feküdtek. Komoly. Tehát így annyira durva volt, pedig Az város központ. Igen, de igazából te annyira nem vagy veszélybe, legalábbis én soha nem kerültem ilyen helyzetbe. Hát én vagyok a fankadeliát, hogy jó, vannak olyan emberek, akik vonzzák a bajt, tehát hogy belekötnek bizonyos erős embernek gondolkodó emberek. Nyilván, meg kell húzódni. De akkor azt mondod, hogy én azt mondom neked, hogy Budapest még az egyik legbiztonságosabb város, de én Londonban élek, és én láttam pár csinó dolgot, meg hallom ott minden nap szinte valaki. Ja. Na de a bulikhoz visszatérve igazából ilyen heti rendszerességgel nincsenek olyan bulik, amik tehát amire akkor szívesen elmennék. Jó, van, értem, de buli van, tehát az lett volna pont a következő kérdésem, mert ugye mondjuk hát Pécset tudnám ebből pont, ugye, amit már említettünk is ma este fölhozni, ugye Pécsen ölték meg így az szinte 100%-osan ezt a remek kis évekkel ezelőtti parti kultúrát, ugye heti 2 hip-hop buli az adott közönséget, amiről ugye a műsor elején beszéltünk, egy adott szemű közönséget, az teljesen felőről, vagy hogy mondjam, szétoszt ilyen kis szeletkékre. Igazából
az a szerencse, hogy a fővárosban azért elég sok külföldi fellépő jön, én azokat a bulikat mindig meglátogatom, amikor látom a 50 cent posztereket. Az más, arra nem biztos, arra hogy elmegyek. Nem, igen, arra annyira én sem biztos. Jaj, de azért vannak néha jó dolgok, és arra érdemes elmenni mindig. Majestic, hozzád fordulok, picit más téma. Foglaljuk már akkor össze így, mert lassan be kell tennem azt, amit itt beszéltünk. Hányas tracktől kell játszanom? Az utolsó track. De az hány perces? 2 perc. Ja, hát akkor azért, mert van még 10 percünk, azt hittem, hogy többet legyen az utolsó szám, miután elköszöntünk. Jó, akkor viszont még beszélgethetünk nyugodtan. Majestic, foglaljuk már össze akkor így a veled kapcsolatos dolgokat, mert így azért nem beszéltük át teljesen. És hát elmondom neked a... Várj, bocsánat, tehát hogy pont a műsor végére adtuk a mixtépekkel kapcsolatos infókat, ez bajos egy kicsit, úgyhogy ez nagyon gyorsan, mert ugye holnap, akik letöltik a műsort, azok szerintem nem örömmel fogják konstatálni, hogy nem beszéltük át korrektül ezt a dolgot, hogy mi a helyzet a készülő dolgaiddal. A Connection-ön kívül. A Connection-ön kívül, ami készült, ami elkészült végül is, már az a mixtape, amiből mutattunk részleteket, ez még nem jött le a gyártósorról, hogyha lejön, és a tárgyalások a Funkadelic cégével jó irányba haladnak, akkor valószínűleg Nightshade-on keresztül is terjesztésre fog kerülni, de az ország több pontján szeretném, hogyha elérhető lenne, elérhető áron, tehát normális árba gondolkodom. Még mit mondhatnék erről a mixtape-ről? Más mixtape ötleted, avagy melód nincsen így jelen pillanatban? Mert a többieken így azt látom, hogy sok DJ ezzel teljesen nagy parában van, hogy ilyen több koncepció van a fejében, meg így egyszerre 5 dolognak kezdene neki, meg ilyesmi. Azt tudom tanácsolni, esetleg a tanácsolatom, hogy álljon neki egynek, és csinálj végig. Aztán most akkor ezen vagy rajta, ez kész van, és akkor most nem is dolgozom. Ez most kész konkrétan. Van, most konkrétan ugye megvan ez a számítógépes dolog, ez a laptop, és azóta én arra álltam rá, hogy zenéket csinálni. Tehát konkrétan, mint egy producer, nem olyan minőségben persze, mivel én is még csak gyakorlom, de most kb. Úgy vagyok, mint egy kezdő turntablist. Tehát elkezdtem már, van pár trackem, amit én találtam ki, van amit loopokból, van amit midi dolgokból én billentyűztem be, stb. Van ilyen, ezt még most itt nem mutatjuk meg, mert még nem jött el az ideje, de ráléptem az útra, tehát ez a következő, és ezekből szeretnék én, meg azokból a zenékből, amit... Lesz DJ Majestic Instrumental LP? Nem is az, hogy instrumentál, hanem az én zenéimből bekevert amerikai, angol, francia, német, magyar zenékből egy kis mix gondoltam. Na, hát de ez még ezelőtt akár bármi más. Ez nagyon szimpatikusan hangzik igazából. Majestic, akkor viszont meghallgatunk még egy tracket, ami veled kapcsolatos, és akkor utána jövünk vissza elköszönni, meg így összefoglalni ezt az egész dolgot, amiről ma este beszéltünk. Remélem, hogy jót készítettem, be bele is hallgatunk. 32-es track lesz. Nem, még nem azt készítettem, az az elköszönő, vagy nem, most nem a... De akkor az. Figyelj, ezt készítettem. Vágod, mi ez? Igen. Állat. Az állatot hallottátok itt, a salátában. Tehát DJ Dice-tól ma már megkaptam, hogy sokat beszélek félre, szépen fogalmazva. Ezt valóban csak teljes mellszélességgel tudom vállalni, mert közben ugye ezt a 3 monitorral meg a CD lejátszóval fel kell vennem folyamat. Valamit mondani szeretnél, bocs? Szóval a 3 monitorral meg a CD lejátszóval fel kell vennem arcot közben, és ezt a taktikát választottam erre, ennél kultúrabb megoldást erre sajnos nem tudtam kitalálni. Ez mi lehallod? Ez ilyen oltogató lesz nagy korára, vagy mi? Hát lejött múltkor egy zenél, teljesen jó arc. Nézd Fankad elő, hogyha támadási felületet nyújtasz, ő bele tud kapaszkodni. DJ Dice, hallod? Hát én még ilyet nem pipáltam. Na mindegy. Majestic, akkor mi az, amit így a végén ilyen összefoglalási jellege mindenképpen szeretném még egyszer megemlíteni, hogy rögzüljön mindenkinek a kobakjában. Az, hogy kicsi az ország, tartsunk össze. És építsük a hip-hopot. Mert nekünk van. Ne azt másold, ami külföldön van, az külföldön van. Csináld a sajátod. Legyen magyar. Ezt tudom én. Piros-fehér-zöld hip-hop? Piros-fehér-zöld hip-hop. Na, legyen magyar hangzása legyen a hip-hopnak. Érted? Magyar hangszereket vigyünk bele, a magyar hangzást. Attól lesz színes. Majestic, ma már másodszorra vagy mondó, hallod, de... Lehet, hogy ez a dolgom. Ma ilyen napod van, na. Ma a nagy proféta. Mondó. Dice, te... Én mi? A szerényebb élettapasztalatod, de mit fűznél még így hozzá így ez a mai műsor véghez? A műsor végén, fú, hát így nem szedtem össze a gondolat.
Ez kicsit hirtelen ért ez a műsor vége dolog. Hát pedig most gyakorlatilag fél perc áll rendelkezésedre. Igazából már nem is készült hát a ennyi műsorban. Persze, de hát ha már ide keveredett, akkor ki tudja, mikor jön legközelebb ezek után. Ennyi, Dice? Hát most nem is tudom. Ennyi, akkor 32-t köszönjük szépen. Tehát amúgy ilyen enyhe kontrasztban vagyunk. Hát én sokat beszélek, Dice annyira nem, de mondjuk azért ahhoz képest így jókat mondtál ma este is, úgyhogy erről a Funkadeli vendéges műsorról még mindenképpen beszélünk. Én úgy gondoltam amúgy eredetileg, hogy MC Gőz, Sziszka, Artos Csabi lennének akkor a műsorvezetők, ők kérdezinek, de Dice lehet, hogy beültetem negyedikbe melléjük. Szerintem abban nagy baj nem lehet. 32-es track, igen, mit kell róla tudni? Ezzel kell róla tudni, hogy ez lesz a mixtape-nek az utolsó trackje, amiről beszéltünk Decade of Hits némen. Utolsó track, ami annyit, hogy volt egy film, a Freestyle című film, ami a freestyle-ról, mint stílusról szól, mint annó a Scratch DVD a Scratch-ről, és ebből volt egy Lord Finesse nevű rapper, aki egy kicsit beszélt a freestyle állapotáról abban az időszakban, és ez egy acapellaként kivettem, megscratcheltem a Numark CDX-el, aláraktam egy finom kis instrumentált, és lett belőle ez. És még ennyit, mielőtt elindítanád, hozzátennék, hogy bárki bármit szeretne tudni rólam, elérni engem, a Funkadelin keresztül megtalál. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, DJ Dice és DJ Majestic volt ma itt a vendég. Jövő héten, ha a jó Isten is úgy akarja, akkor DJ Zephyr érkezik, Saláta DJ Challenge keretein belül, 23-án pedig elmarad a műsor, mert a fővárosba fogok reppelni. Mit akarsz meg mondani? Jó éjszakát, Magyarország! Jó éjszakát! Jó ét! Saláta is my best friend!